által fenntartott reménykívül intézmény, tanévnek Úristen tiszteletünk. Immáron harmadik alkalommal kezdjük el együtt ezt a tanévet, és egyházi intézményként pedig Isten áldását kérjük minden kezdethez, így az új tanévhez is. Tisztelettel köszöntöm körünkben Izsó Gábor urat, Békésváros polgármesterét. Mucsi András urat, Békésváros képviselőtestületének munkatársa, Bocsai Ildikó képviselőt, az oktatási bizottságot, valamint Deák Néi Domokos Julianát, a dr. Hepp Ferenc általános iskolai igazgatót. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Bizonyára a legtöbben úgy érzik, hogy alig lett vége az előző tanévnek, és lám már el is múlt a nyár. Mint minden évben most is elmondhatjuk, hogy idén is túl rövidnek bizonyult a vakáció. De ne aggódjatok, csupán 181 tanítási nap, és újra élvezhetitek a nyári pihenést. Addig pedig rengeteg hasznos és izgalmas feladat vár benneteket ebben a remek iskolában. Most hallgassuk figyelemmel Kovács Barbara Fontos Dolgok című költeményét, Ásós Barbara és Pozsányi Rebeka tanulók előadásában, akik meg felkészítőik Rabatin és Salben Edith és Durko Edith tanítók voltak. Majd pedig Balog József Szervusz Nyár című versét mondja el nekünk Csikós Valentina, akit Balog Erika tanárnő készített fel. Kovács Barbara fontos dolgok, mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe, hogy például az iskolában van ilyen medence. A szünetben szabad el felmászni a fára, és van ilyen kesztenye falbáni alája. Ha csak kicsit esik a langyos nyári eső, vagy lesz mindenkinél az udvaron a sárnyő. Van-e ott a kedves, ügyes Dalus néni, aki majd a cipőmet segít, a cipőmet majd bekötni? A tanító néni szeret majd engem. Ha jól tudom, a leckét megpuszilgat engem, megfogja a kezem, ha sétálni megyünk, és az anyukám is eljöhet majd velünk. A tanító néni az ölébe ültet, ha valamit nem tudok, nagyon megültet. És ott is lesz szülinak, meg gyermeknapi móka, lesz szeropi, süti meg mindenféle torta. Mi vár rám az iskolába? Úgy szeretném tudni, legjobb volna mégis mindig itt maradni. Balog József, szervusz nyár! Szervusz nyár! Nem én akarok elköszönni tőled, te hagysz el újra engem. Az ördögbe is megint olyan rövid voltál. Tudom, tudom, minden évszaktársadnak ez a sorsa. Jöttök és mentek. Mire igazán megszoknánk, megszeretnénk benneteket, már indulnatok kell tovább. Szervusz nyár, kérlek hallgass meg engem, még mielőtt végleg elsietnél, s átadnád a helyedet őszapónak. Te különösen kedves vagy számomra, mert téged megszokni sem kell, annyira várlak. Várlak, hisz tiéd a nagy vakáció. Számomra az igazi szabadság te vagy, s te vagy a legnagyobb öröm is. Szervusz nyár, köszönöm neked mindent, mindent, amit csak tőled kaphatok. Köszönöm, hogy idén is küldtél nekem napsugarakat, hisz a nap a te legjobb cimborád. Köszönöm, hogy barátoddal kellemes hűvössé varázsoltad a vizeket, hogy jókat fürödhessek, úszhassak én is. Szervusz nyár, a te láthatatlan óriás kezed idén már korán kitárta a strandok kapuit. Júniusban te zavartad el ismét a tanévet.
Kopogás nélkül beköszöntél, és neki már is mennie kellett. Szervusz nyár! Köszönöm, hogy megérleltem, kedvenc gyümölcseimet, így befejezted tavaszöcsét elkezdett munkáját. Finom íz, mézédességet te adtál a paracnak, körtének, almának, dinnyének. Amit befejezted nem sikerül, nyugodtan bízd rá őszbátyádra, neki már könnyű dolga lesz. Szervusz nyár! Olyan jó voltál hozzám, hogy talán azt se bánom, hogy idén is te hoztad el az új tanévet. Talán igazad van, nem csupán játékokból áll a világ, de nem ott, anyuék éppen elégszer mondják. Szervusz nyár! Pihenj ki magad, lesz rá 9 hónapod. Ti évszakok olyan szépen megosztjátok egymás között az időt, hogy mire újra jöttök, ismét újjászületre köszönhettek minket. Szervusz viszontlátásra, a viszontlátásra nyár! Nagyon köszönöm. Az iskolát fenntartó Magyar Pokusdi Egyház országos cigány misszió idén is a tanévben szükséges tanszer és füzetcsomaggal ajándékozza meg az általános iskola minden tanulóját. Az ajándékcsomagot jelképesen Kis Beáta főigazgatóasszony és Fábián Tamás misszióvezető helyettes úr adják át a felső és alsó tagozat képviselőinek. Nagyon sok elnézést. Nagyon sok szeretettel gondoltunk és gondolunk minden egyes kis diákra. Az, amit adhatunk, az nagyon kevés. Sokkal több az, amit egész évben hallani, kapni fogtok. Éleleje van, ilyenkor még mindig egy kicsit nehezebben mennek a dolgok, majd év között vér és az évvégére már minden simán fog menni, és annak fogunk örülni, hogy egy sikeres év van mögöttünk. Ahhoz, hogy ez az év tényleg sikeresen záródhasson, ahhoz szükség van eszközökre, és ezekre szeretnénk segíteni, mint a Magyar Pokusdi Egyház országos cigány missziója, hogy a gyermekek legalább ebben kapjanak egy kis segítséget, a családok is, vagy egy iskolafüzettel, az, ami az induláshoz elegetetlenül szükséges, az megérte mindenki számára. És ezt a csomagot szeretnék itt most jelképesen átadni, induló füzetcsomagot. Az íróeszközök közül is elég sok mindent tartalmaz ez a csomag. Fogadjátok nagyon ezt szeretettel, és amilyen szeretettel adjuk, úgy is használjátok. Írjátok bele, tanuljatok, rajzoljatok, és élvezzétek az oktatás minden szépségét, és a nehézségében pedig legyünk együtt segítve egymást, hogy szép, sikeres és eredményes életek lehessen. Fogadjátok szeretettel ezeket a csomagokat mindannyian. Percekben a kegyelem gyülekezet dicsőítő csoportja fog vezetni benneket az éneklésben, az Isten dicsőítésben. Kivetítve láthatják majd a dalok szövegeit. Thank you.
tudták, hogy milyen éjszaka a tó,
tudták azt, hogy milyen a hajójuk, és Jézus mondta nekik, hogy menjenek, akkor mennek. Ha valaki Isten útján jár, akkor Isten sok olyan dolgot kér tőlünk, ami szokatlan. Ami nem megszokott tőlünk, vagy úgy ítéljük meg, hogy ez valahogy veszélyes, vagy ez úgy nem illik bele a képbe. Akkor, amikor jött ez a lehetőség, hogy átvegyük az iskolát, akkor ez nem egy lehetőség volt számunkra, hanem Isten kérése volt. És az a kérés, amelynek engedelmeskedtünk, ebben a kérésben ott volt a bizonytalanság és a félelem, hogy de hát sötét van, de hát jön az éjszaka, mi lesz majd ezután, hogy fogunk tudni megbírkózni a feladattal, és egyáltalán hogyan fogunk tovább menni. De akármi is történik az életünkben, akármi is kér Isten tőlünk, az biztos, hogy neki célja van mindazzal, amit kér, neki célja van velünk. Célja van a te életeddel is. A dolgok nem csak úgy történnek velünk, hogy megesett a dolog, nem csak vannak és nem csak történnek, hanem határozott célnak történnek. Jézus kér. Most is itt van ezen a helyen, és kér téged, és kér engem. 10 éves voltam, olyan, mint itt jó néhány gyermek, amikor ugyanilyen prédikáción, mint amit én most itt mondok, egyszerűen hozzám szólt az Isten, és kért. 10 éves voltam, igazán sok mindent nem értettem akkor, és valahogy az életem hajója olyan volt, mint a kikötőben egy hajó, ami most kezd kifutni majd a tengerre. Túl sok vihart nem láttam, csak talán messziről, csak talán valahogy betűrűzött néhány hullám a kikötőbe, de olyan túl sok mindent nem értem még meg. De valamit megértettem. Akármennyire próbálkozok, akármennyire gyermek vagyok, akármennyire még az élet elején vagyok, szükségem van Jézusra. Szükségem van arra, hogy belépjen az életembe, belépjen az életem csónakjába, hajójába. Szükségem van arra, hogy legyen jelen az életemben. Hogy legyen az életemnek az Ura. Rájöttem arra, hogy egyedül, akármennyire jó családból származom, akármennyire biztos családi háttér van mögöttem, akármennyire jó nevelést is kaptam, és akármennyire is ott voltak az én szüleim, és ott volt az én családom biztonságként mögöttem, egyedül mégis magányos vagyok, és Isten nélkül nem tudok győztesen élni 10 évesen. És ott azt mondtam, hogy gyere be Jézus az életembe. Ennek már 38 éve, amikor döntöttem, és azóta bizony nem csak a kis hullámok gyűrűztek be a kikötőben, hanem voltak óriási viharok is az életemben. Voltak olyan dolgok, amelyekben azt gondoltam, hogy most már minden elvész. Voltak olyanok, amikor megtelt a csónakom vízzel, és már süllyedt, volt olyan, amikor minden úgy tűnt, hogy elveszik, és én magam is elveszem, de ott volt Jézus. És ma itt vagyok, és ma itt vagyok. Mert megtartott, mert megkegyelmezett, mert ott volt a legnagyobb viharban, és nem engedte, hogy elveszem. És a mai üzenet kicsinek és nagynak, 7 évesnek és 100 évesnek egyaránt hívd be az életedre, Krisztus. Hívd be a csónakodba, az életed csónakjába, Krisztus. Hogy biztonságban hajózhass, hogy elérhess a célt, a túlsó partot. Mert a célunk nem ez a föld elsősorban, hanem a túlsó part. Hogy eljussunk oda, amiért megszülettünk. Hogy a halálunk az ne egy pont legyen, hanem egy vesző legyen, és folytatódik az örökké valóságban. De mit is látod még ebben a történetben? Ott van Jézus a hajóban, és ott van Jézus a hajóban, és jön a vihar.
Miért, Uram? Miért történik meg velem ez? Miért veszítem el azt, akit szeretek? Miért bántanak? Miért bántalmaznak? Miért gyötör a betegség? Miért jönnek az anyagi nehézségek, és mi minden? Jönnek a viharok. Olyan viharok, amelyek összeszorítanak, olyan viharok, amelyek el akarnak végképp beszélteni. Miért történnek ezek? Ott van a kérdés. A vihar jön, a vihar ott van, akkor is, hogyha Jézus ott van a hajóban. De föl lehet őt költeni és ébreszteni. Jézus, ments meg, mert elveszünk. És igen, igazából erre a felismerésre van szükség. 10 éves fejjel megértettem. Ments meg, Uram, mert elveszem. És erre a felismerésre van szükségünk mindannyiunknak, hogy ments meg, Uram, szükségem van rád. Nélküled nem tudom az életemet élni. Ezek a tanítványok mindent megcsináltak, tapasztalt emberek voltak, nem most kezdték a szakmát. Tudták, hogy milyen egy vihar, tudták, hogy a hajó hogyan működik a viharba. Mindent megcsináltak, hogy megmentsék magukat. És amikor már semmi lehetőségük nem volt, amikor már minden ki esett a kezükből, akkor azt mondják, nincs más hátra, hát felköltjük Jézus. Ments meg, mert elveszünk. Sokszor eljutunk így az életünk határáig. Amikor már nincsenek lehetőségeink, amikor már mindent kipróbáltunk, amikor már minden kezünk ügyével lehetőséget megragadtunk. De van egy lehetőség. Hívd be a csónakodba Jézus. És hogyha ott van Jézus a csónakodban, akkor keresd fel. Ments meg, Uram, mert elveszem. És ebben a helyzetben, amikor Jézus felébred, parancsol a tengernek, és parancsol a szélnek, és egy pillanat alatt megváltozik minden. Nem egyszer tapasztaltam meg az életemben. Mikor minden összeomlani látszott, és minden kicsúszott a kezemből, hogy Jézus parancsolt, és nem tudom, hogy hogyan, de egyszerűen minden helyre állt. Ő ezt kínálja, ezt ígéri ma neked is, hogy minden helyre áll. És ebben a helyzetben azt mondja, ne féljetek. Ne féljetek. A karácsonyi örömüzenet is erről szól, amikor az angyalok jönnek és szólnak a pásztoroknak, azt mondják, hogy ne féljetek. Mert valami csoda történt, mert valaki született, aki megtart, a megtartó. És én ezt a megtartót hirdetem. A Remény Hírintézmény életében, az Országos Cigánymisszió életében, a én életemben, a te életedben, mindannyiunk életében a megtartó Krisztus. Aki képes megtartani bármilyen körülmények között. Nem kell félni a szenvedéstől, nem kell félni a tengertől, nem kell félni a vihartól, nem kell félni a háborúságtól, nem kell félni azoktól a dolgoktól, amelyek jönnek, mert a megtartó. A tengernek, a viharnak, a mindennek az Ura, az ég és föld alkotója ott van az életedben, hogy megtartson és megsegítsen. Mi behívtuk a Remény Hírintézmény életébe is, biztos azért vagyunk itt, és azért bátran megyünk előre, nem félve a viharoktól sem, mert tudjuk, hogy ő meg fog tartani bennünket. És a csodák korszaka, mint ahogy lecsendesült a tenger, továbbra is folytatódik, és továbbra is megáld bennünket az Isten. Ezennel a 2014-es, 2015-ös tanévet a Remény Hírintézményben megnyitom. Isten áldása legyen. Évfolyamonként rövid áhítattal kezdik a gyermekek a hetet, melyet a saját missziós évfolyam felelősük, a cigány misszió egyik munkatársa vezet. Mint ahogy azt már említettem, fontosnak tartjuk azt, hogy mindent Istennel kezdjünk, így a tanévet is. Ezért most a missziós évfolyam felelősök fognak többen imádkozni a saját évfolyamokért. Megkérnőket, hogy fáradjanak fel a színpadra, és imádságban kérjük Isten áldását a hozzájutalmat.
tartozó osztályokat. Az évfolyamokért első osztálytól kezdve sorban imádkoznak majd. Kérjük, hogy a soron következő osztályok és pedagógusai fennállva, a helyükön maradva figyelmesen hallgassák az imádságot. Mennyi atyám, nagyon köszönöm neked, hogy behívhattalak az életembe, és köszönöm neked, hogy ott élsz a szívembe. És köszönöm neked, Uram, hogy ismerhetlek téged. És azért imádkozom, hogy mindaz, amit megtanítottál nekem, azt tudjam továbbadni az első évfolyamos gyerekeknek. És kérlek téged, Uram, hogy áradjon ki a te szent szellemed, és használj. És köszönöm, hogy áldást mondhatok most minden első osztályos diákra, minden pedagógusra, mindenkire, aki foglalkozik velük. Kérlek téged, hadd tapasztalják meg, hogy te élő Isten vagy, aki ma is cselekszel. Történjenek csodák az életükbe, áldozó családjaikat, és minden testi, lelki és szellemi szükségüket. Te törzs meg a tanévben. Uram, köszönöm, hogy te látsz bennünket, ismersz bennünket, és a legjobbat tervezted az ő életük felett is. És ezt az áldást mondom rájuk a Jézus nevében. Amen. A második évfolyamot, hogy álljátok fel. Istenem, én hálát adok neked azért, aki te vagy, és mindazért, amit eddig elkövettél, elvégeztél értünk. Uram, hálát adok ezekért a gyermekekért neked. Köszönöm, hogy te név szerint ismered őket, és te alkottad őket. Ismered őket. Köszönöm, Uram, hogy te olyan sok jót elkészítettél számukra ebben az évben is. Könyörgöm azért, hogy lehessenek részesei a te áldásaidnak naponként. Könyörgöm a pedagógusokért is, hogy te erősítsd őket, hogy amikor megfáradnak, megcsökkennek, akkor hagyd tudjanak új erőre kelni te benned, és folytatni az ő munkájukat. Könyörgöm a családokért, a szülőkért, hogy hagyd tudjanak olyan példával élni a gyermekeik előtt, amely egy életre való lehet számukra. Uram, áld meg ezt az évfolyamot, áld meg ezt a csoportot, és könyörgöm azért is, hogy mindazt, amit az én szívemre helyezel, méltóképpen tudjam átadni az ő számukra. A te neved név, Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen. A harmadik évfolyamot kérem szépen. Mennyi atyán, hálát adok azért, hogy úgy állhatunk előtted, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük azt, hogy te velünk vagy is. Ebben a hitben, ebben a reménységben tekinthetünk az előttünk lévő tanévre is. Köszönjük, hogy te vagy a mi segítségünk. Köszönjük, hogy te vagy a mi megtartónk, és ezért, Uram, igényeljük ezt a segítséget, igényeljük ezt a megtartást az előttünk lévő hónapokra, napokra, tanulásra. És Uram, kérlek téged, hogy tedd a diákokat bölcsé, adj nekik készséget a tanulásra, szorgalmat a tanulásra. És köszönöm, Uram, hogy megáldod a pedagógusokat az ő munkájukban, és kérlek téged, hogy az ő személyes életüket, családjukat is te áld meg is. Uram, imádkozom a szülőkért, hogy az ő életükben is te legyél a reménység, te legyél a vigasztaló, a megtartó. Köszönöm a te áldásodat, és Uram, nagyon várom, hogy mit fogsz cselekedni. És legyen mindez egyedül a te dicsőségedre, a Jézus nevében. Amen. Köszönöm, foglaljatok helyet. Kérném a negyedik évfolyamosokat, hogy álljatok fel. Mennyei Atyám, nagyon hálás vagyok neked azért, hogy ilyen nagy kegyelemmel vagy felénk. Köszönöm neked azt, Uram, hogy nincsen semmi olyan dolog, amiről te ne tudnál. Köszönöm azt, Uram, hogy te jót készítettél azoknak, akik téged szeretnek. Kérlek téged, Uram, azért, hogy szeressenek téged ezek a gyerekek is. Kérlek téged, Uram, azért, hogy tudjanak mellette dönteni, és ismerjenek meg téged személyesen. Köszönöm azt, Uram, hogy ebben eszközül választottál, és nekem is mindent megadtál, amire szükségem van. Kérlek, áld meg, Uram, a tanárokat, áld meg azokat, akik velük foglalkoznak, hogy tudjanak, Uram, mindent segíteni, mindenben segíteni nekik, minden jó dologra megtanítani őket, és Uram, én kérlek téged azért, hogy az ő szívük is legyen nyitott, és ismerjenek meg téged úgy, ahogyan te vagy. Köszönöm neked azt, hogy ránk bíztad ezeket a gyerekeket, és ők legyenek áldottak a Jézus nevében. Amen. Én a legjobb évfolyamat, az ötödik évfolyamat szeretném, hogy álljak fel. Drága Úr Jézus, tudjuk azt, hogy a 2004 és a 2015-ös tanévben is lesznek viharok. De köszönöm azt, hogy te olyan hatalmas Isten vagy, hogy a te szabadon minden vihar elnémul, és én ezért most, Atyám, azt kérem tőled, hogy hétfő reggel adjál olyan szavakat a számba, Istenem, hogy minden vihar a személyes életükben, az iskolában és a környezetükben is elnémuljon. Te beszélj rajtam keresztül, és te szólítsd meg őket, Atyám. Köszönöm, hogy meg fogod ezt tenni. Jézus hatalmas kérdés. A hatodikosokat kérném, hogy álljanak fel.
Isten, nagyon köszönöm neked a 6. évfolyamot, és nagyon köszönöm ezeket a gyerekeket, és azokat a pedagógusokat is, akik ide tartoznak. És nem imádkozom hozzád azért, hogy legyen ez egy sikeres tanév számukra. Egyrészt a tanulásban, másrészt pedig abban, hogy a szívüket tud te formálni úgy, ahogyan te szeretnéd, ahogy te jónak látod, hogy tudjanak magvak hullani az ő szívükbe, az ő életükbe, amiket lehet, hogy most még nem látunk kikelni, de a későbbiekben meg fogjuk látni. És Isten, kérlek, hogy áld meg őket kitartással, odaadással, áld meg őket egy olyan versenyszellemmel, ami arra sarkalja őket, hogy igenis tanuljanak, egyre jobbak legyenek. És Isten, kérlek, hogy áld meg őket, áld meg az ő családjaikat ezeken a gyerekeken keresztül, és áld meg az ő osztályfőnökeiket is. Kérném a 7. évfolyamot. Atyám, a názareti Jézus nevében köszönöm, hogy neked egy csodálatos terved van ezekkel a fiatalokkal. Köszönöm, hogy te már a világteremtés előtt kiválasztottad őket. Köszönöm, hogy neked az a terved, amit elterveztél, az ma 2014-ben is valóság. És én azért könyörgök, és azért hívom segítségül Jézus a te nevedet, hogy gyere és segíts, hogy ezek a fiatalok megtalálják téged. Könyörgök azért, hogy gyere ebbe az iskolába, gyere ebbe az évfolyamba. Ha kell, akkor forgass föl dolgokat, hogy utána helyén rakjál dolgokat. És Atyám, köszönöm neked, hogy megteszed, és így mondok áldást az életetekre, így mondok áldást a 7. évfolyamra, így mondok áldást és bőséget a pedagógusokra is, megtérést, odaszállást a szülőknek is. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz, és köszönöm, hogy ez a terv, amit te terveztél, ez előtt fog jönni, és mi pedig meg fogjuk látni. Legyetek áldottak a Jézus nevében. Amen. Köszönöm szeretettel a 8. évfolyamot, és a tanárokat, kérlek, veleteket álljatok fel. Egész ott fent is vannak. Menjél és Atyám, köszönöm neked, hogy te jó ajándékokat helyeztél ezekre a fiatalokban, és én azért imádkozom, hogy ebben az új tanévben tudjanak ezek a jó ajándékok kibontakozni az ő életükben, Uram, és hogyha még nem tudják azt, hogy mire számítsanak, mit tervezzenek az életükkel kapcsolatban, akkor az, hogy ebben az évben ezt megtalálják, megismerjék, Uram, és megállom az ő szüleiket, az ő tanáraikat, és hogy ebben tudják őket hatékonyan segíteni, bátorítani őket, erősíteni őket, hogy abban, amiben jól teljesítenek, még jobbat legyenek, és amiben esetleg rosszabbul teljesítettek, abban tudjanak jobbak lenni a terület dicsőségére. Amen. Felkérem Dunkolné Ügynes Felvetet, a Remény Intézmény intézményvezetőjét, hogy tartsa meg köszöntőjét, és nyissa meg az új tanévet. Szeretettel köszöntöm én is meghívott vendégeinket, a gyülekezet tagjai, diákokat, szülőket és természetesen kollégákat és az új tanév kezdetén. A nyár utolsó napja van ma. Ez sokaknak nem jelent többet az egyéb vasárnapoknál. Nekünk pedagógusoknak, diákoknak és szülőknek azonban nagyon is sokat mond. Véget ért a nyári szünet, és új tanévet kezdünk. Az új tanév pedig munkát, mégpedig közös munkát jelent. A kitűzött célok elérését, a feladatok sikeres megvalósítását, a közösségi élet kialakítását, versenyeket, ünnepnapokat, de a kemény munkával eltöltött hétköznapokat is. Céljaink, feladataink ebben a tanévben is bőven lesznek. Egyéni és természetesen iskolai szinten is. Ha alapvető céljaink között ott van az a diákok részéről, hogy meg akarják tanulni, meg akarják tapasztalni azt, amit itt kapnak, a tanárok részéről az, hogy szeretettel és az életkori sajátosságok figyelembevételével tanítanak, a szülők részéről pedig az, hogy nyugodt családi hátteret biztosítanak, akkor azt gondolom, hogy céljaink elérése szinte garantált, hiszen ez a hármas szövetség, a pedagógus, a szülő és a gyerek, azt gondolom csodákra képes. Kedves diákok! Tudom, hogy számotokra a tanév legszebb pillanatai a szünetek, és ez természetesen jól is van így, mivel a szünetek alatt fel lehet töltözni, előtt lelkesedést gyűjteni a folytatáshoz, az iskolához, hiszen a szünet önmagában nem lehetséges. Valaminek ott kell állnia mellette, amit szüneteltetni lehet, és ez pedig az iskola. Hiszen, és bízom benne, hogy ott lakom mindenkiben a kíváncsiság, hogy mit hoz ez az év, milyenek lesznek az új tanárok,
nehezedik-e a rások szabott feladat a tananyag, lesznek-e új osztálytársaitok. Főként az első osztály elkezdődnél nagy a várakozás, vagy akik most lépnek a felső tagozatra, de a nyolcadikosok, akik pályaválasztás előtt állnak, ők is azt gondolom várakozással indítják a tanévet. Más a felső tagozat, és más a középiskola is. Az idei tanévnyitón már azoknak a diákoknak is kívánhatom kitartást, kellő szorgalmat, akik a 8. osztályt befejezve a reményhír intézményben kezdik meg, vagy éppen folytatják tanulmányaikat, és remélhetőleg 3 év múlva szociális gondozó és ápoló végzettséggel szakmai bizonyítványt szereznek. A szakiskolai 9. évfolyamon tanulóknak és oktatóknak sikeres tanévkezdést és eredményes munkát kívánok. Kedves elsősök! A legnagyobb változást nektek jelenti az iskola, hiszen néhány hete még oldások voltatok. Nagyon örülünk nektek, és nagyon vártuk már benneteket. Izgalmas dolgok és nagy feladatok várnak rátok, hiszen itt majd megtanultok írni, olvasni, számolni. És kívánom azt, hogy az a lelkesedés, az a várakozás, amivel készültetek az iskolába, ez a hónapok elteltével se lankadjon majd. Figyeljétek mindig a tanítónéniket, és szerezzetek sok-sok piros pontot, hogy szüleitek is veletek együtt örülhessenek. Kedves szülők! Sokan önök közül már régóta részesei iskolának, hiszen gyermekeiket évekkel ezelőtt iratták hozzánk. Mi pedagógusok pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízott féltetkincseik okos, ügyes, tovább tanulásra kész fiatalokká váljanak. Köszöntöm azokat a szülőket is, akik ettől a tanévtől kezdődően vigyük át velük az iskolai mindennapokat. A tantestület nevében is köszönöm azt a bizalmat, amivel iskolánkat választották. Kérem önöket, hogy munkákat segítsék, erősítsék a tanév folyamát, ahogyan az eddig is tették. Kedves kollégák, nem könnyű hivatást választottok. Nevelni, tanítani, olyan értéket közvetíteni, amely biztos alapot nyújt majd a felnőtt életben is, ez nehéz és felelősségteljes feladat. Kívánom mindannyiótoknak, hogyha érzitek is a döccenőket, a kisebb-nagyobb sikerek, a gyerekek szeretete hozzon az idei tanévben is nagyon-nagyon sok örömet munkátokban. És hogy mit hoz az idei tanév? Az új kerettantervek bevezetése már tavaly megtörtént, a mindennapos testnevelés, a hit és erkölcstan, valamint a roma népismeret oktatása része képzésünknek. A művészeti oktatást és a sportot továbbra is nagyon fontos, kiemelten kezelő területnek tartjuk. Diákaink eredményei, hozzáállása és lelkesedése is megerősített bennünket. Az óvodásokat is bevonva folytatjuk a Bozsi programot, remélem hasonló sikereket érünk el, mint az előző tanévben. A művészeti oktatás terén pedig ebben a tanévben a 3. évfolyama a hangszeres zenei oktatást Horváth Elek tanáról vezeti majd. Gyermekközpontú, tapasztalat által erősített és biztos tudást kínáló intézmény szeretnénk lenni. Ezt is segítik a nevelésoktatást, kiegészítő szakmai foglalkozások, versenyekre felkészítő alkalma, és szükség szerint a felzárkóztatás, valamint az 5. és 6. év folyamon idén kísérleti jelleggel induló digitális tananyagot biztosító internetes fejlesztő program. Ebben a tanévben is indul felnőtt oktatási osztály, ahová szeptember 15-én jelentkezhetnek azok a felnőttek, akik eddig valamilyen oknál fogva nem tudták megszerezni az általános iskolai végzettséget. Napjainkban, amikor az élet hosszig tartó tanulás, önképzés fontosságát halljuk szinte mindenhonnan, mi is kötelességünknek érezzük, hogy a lehetőségek biztosításával megteremtsük a tanuláshoz szükséges feltételeket, és biztosunk mindenkit arra, hogy ez az egyetlen út a munkaerőpiaci esélyek növelése érdekében. Ez a szándék vezérel bennünket akkor is, amikor úgy döntöttünk, hogy szakiskolai képzést indítunk. Bízom benne, hogy jó döntést hoztunk. A munka nagy része még előttünk áll,
hogy döntésünk eredményességéről majd megbizonyosodhassunk. Az iskolai feladatok ellátását nagyban segíti, fenntartnak a Magyar Tükörvégyház országos cigánymisszió, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani a fizetés tanszercsomagok biztosításáért, amelyen mentesítették a szülőket az anyagi kiadásoktól. Továbbá biztosítják a cigánymisszió önkéntes hitoktatói révén a hétfő reggeli állítatokat és az ifjúsági napokat is. Ettől a tanévtől a cigánymisszió munkatársai a részükre kialakított teremben minden nap elérhetőek lesznek, szülő, gyerek, pedagógus bizalommal fordulhat hozzájuk. Az új tanév pozitív változás az épület használatában is. Reggel iskolába érkezéskor 7 és 8 óra között, valamint délután az iskolából hazainduláskor 3:30 és 4:30 között a korábbi évekhez megszokott módon a torony alatti bejáratot fogjuk ismét használni. Itt ügyeletes tanárok fogadják majd a tanulókat. A kerékpárokat a kulturális központ előtti kerékpártáramon lehet letenni, és aki autóval érkezik az iskolába, a parkolás a Csíkos utca felőli parkolóban biztosított. A napközbeni ügyintézésre továbbra is a tavalyi évben kialakított Jantyi utca felőli bejáratot fogjuk nyitva tartani. Tájékoztatom még Önöket arról, hogy holnap, szeptember 1-én kezdődik a tanítás, 8 órakor, és már a torony alatti bejáraton érkeznek a diákok. Délután 4 órakor az alsó szülőknek tartunk szülőértekezletet, 5:30 pedig a felsős tanulók szülei részére az ebédlőben, ugyanúgy, mint előző tanévben, és itt fogjuk a legfontosabb évkezdéssel kapcsolatos információkat elmondani. Kérem Önöket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, jöjjenek el, hiszen ezek mindig nagyon fontosak. Az első héten nem lesz napközi, a gyerekek ebéd után hazamehetnek. Természetesen, hogyha igény van rá, akkor felügyeletet biztosítunk, és az iskolabusz is már fog működni. Én minden kollégámnak és minden tanítványoknak sikeres, eredményes tanévet kívánok. A 2014-2015-ös tanévet megmutatom. Köszönöm. Kedves vendégeink, kedves gyerekek, köszönjük a türelmeteket! Elérkeztünk tanító Isten tiszteletünk végéhez. A Magyar Tükörvégyház országos cigánymisszió és a Reményi Intézmény nevében kívánok mindenkinek sikeres új tanévet. Végül pedig Durko Albert misszióvezető úr fog áldást mondani minden kedves jelenlévőnek. Mennyi Atyám, köszönöm neked mindazt, amit tőled kaphattunk, és köszönöm, hogy veled indulhatunk ebbe az új tanévben. Köszönöm, hogy a te áldásod igazán az számít, és az gazdagít meg bennünket. És azért igényeljük, kérjük, akarjuk, hogy jöjj velünk. És akkor akarunk venni, ahova te is mész. Kérlek, áld meg bennünket. És áld meg a mi életünket, áld meg mindazokat a dolgokat, amelyekben élünk, mozgunk, járunk, és legyen minden a te neved dicsőségére. Végezetül pedig az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkon. Amen. Ezen már véget ért a tanítótól Isten tiszteletünk. Isten áldjon meg, hogy rendjön a tanítótól.